Az Óbecsei Tisza Mente Lovas Klub nagy versenynapot szervez, amit július 25-én terveznek megtartani az Óbecsei lóversenypályán. Legfeljebb 6 ügető verseny lesz a pályán, azaz 50-től 60 ló versenyzésére számítanak. A korábbi évekhez hasonlóan idén is az első 4 helyezettnek pénzjutalmat és serlegeket biztosítanak. Ezen az eseményen egyúttal a klub 75. évfordulóját is megünneplik, és erre az alkalomra külön program készül, amely főleg a gyermekeknek és a fiataloknak szól, nyilatkozta Zorica Golubovics a Tisza Mente Lovas Klub képviseletében. Felszólítom a szülőket és a gyerekeket, hogy jelentkezzenek a kerékpár versenyre, amit a lóverseny előtt tervezünk megtartani. 7-től 15 éves gyerekek jelentkezését várjuk, azzal, hogy csoportokban fognak versenyezni. Külön csoportban a 7-től 10 éves korosztály, valamint a 10-től 15 éves korosztály. A verseny fődíja egy kerékpár lesz. Minden versenyző pedig a részvételért és a törekvésért érmet fog kapni. A jelentkezési határidő július 15-e. Jelentkezni pedig a 064-9490-446-os telefonszámon lehet. Várjuk minél több fiatal jelentkezését, és a szülők, nagyszülők, rokonok, szomszédok támogatását. A kerékpár verseny után a klub 3 legfiatalabb tagja rendez felvonulást, melynek betanítója és vezetője Jovana Hosszovics lesz. A legfiatalabb klubtagunk Márko Kuzmanovics és a kis Angela, ők minden nap gyakorolnak és valami olyat fognak bemutatni, ami eddig még nem volt látható ezen a pályán. Reméljük, hogy ez elnyeri majd a tetszését a közönségnek, valamint a résztvevőknek, és hogy támogatják majd ezt. Ez egy kis koreográfia lesz, egy újdonság, amely még ezen a pályán nem volt látható. Erre a kis műsorra nap mint nap készülünk, nagyon sok munka és erőfeszítés van benne, és nem utolsó sorban tudás is kell hozzá. Az edzéseink körülbelül napi 2 órát vesznek igénybe, a lovak előkészítése pedig még egy fél órát igényel. A verseny alatt a futamok között a közönségnek lehetősége lesz ingyenesen fiákerezni. Mindenki, aki még nem utazott fiákeren és szeretne, ezt ezen a napon megteheti, hanem a pályán, akkor a füves területen a közönség között. Úgyhogy arra kérem a közönséget, hogy ne fogják vissza magukat. Bátran jöjjenek és jelentkezzenek, amennyiben szeretnének fiákerezni. Élvezzük együtt ezt a versenynapot, hiszen ez mégiscsak egy ünnepnap lesz a klub fennállásának 75. évfordulója. A program 14 órakor kezdődik a kerékpár versennyel, ezt követően 15 órakor kezdődnek az ügető versenyek. A közönségnek alkalma lesz szimbolikus áron birkapaprikást, rostélyost és italt vásárolni.